Kik azok? Egy beszélgető műsor a szociális szakmáról, közös ügyekről, a szociális látásmódról. Mert jó volna, ha nem lenne kérdés többé, hogy kik azok a szociálisok. Guráj 1960-ban született. Egyke és késői gyermek. A szülei felvidékiek, de ő kecskeméten nőtt fel. A tornasorban először az ötödik volt, később a tizenötödik lett. Nem volt kitűnő tanuló soha, de hármas osztályzat csak a középiskolai bizonyítványába került először. Szakmája szerint középfokú gépész és csőszerelő szakmunkás. 1988-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nappali tagozatán végzett teológiát, mint civil hallgató majd az eltén szociológiát és a Kolosvári Babesbójai Egyetemen pszichológiát. Van szakvizsgája szociális területen, pszichológusként a kognitív viselkedés terápiát tanulta, és tanulja jelenleg is a Vikote kognitív és sématerápiás központban. A Menhely Alapítványnál 1990. február 1 -e óta folyamatos munkaviszonyban áll, de 2015 óta a főállása az egyházi fenntartású oikos segítőház szenvedélybetegek támogatott lakhatása közben dolgozott az SMI-ben, az NCSI-ben, az SGF-ben, az NRSH-ban, itt két hónapot, és a Slakta Margit nsi ben is. Kurátora a Hajléktalanokért közalapítványnak, volt kuratóriumi elnöke a Léthatáron alapítványnak. A híres F3-at 1998-ban Mezei Gyurival közösen találták ki. Ugyanaz a mobiltelefonszáma a kezdetek óta. Több ezer olvasatlan e-mailje van. Angolul és németül középfokon beszél. Munkásságáért 2005-ben a Magyar Érdemkereszt tiszti keresztjét kapta meg. Viszonylag sokat jár tüntetésre. Két fia és egy lánya van, akik 35, 30 és 5 évesek. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, majdnem a felhők között lévő irodádban. Igen. Magasan vagyunk, de nagy belmagasság irodának a felső részében és egy éves működése van a, ennek a podcast beszélgetés sorozatnak. Éppen ezért akár tavaly februárban is hívhattalak, vagy kereshettelek volna, de ugye ez egyik apropónk, hogy idén is elérkeztünk a februárhoz, úgyhogy uh -huh. majd azt szeretném, ha erről beszélgetnénk, de mint minden ilyen podcastban, egy picit azért a beszélgető partnerről hallgatnál magadról, meg a dolgaidról. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehetünk. Én is köszönöm, hogy meghívtál, vagy eljöttél ide, hogy magamról, röviden, ugye azt mondtad, hogy magamról. A, a, elhangzik a, a podcast elején, tudod, az az életre, Igen. Az, amit megküldtél. Igen. Amiben azért, sőt, másként fogalmazok. Abban a, az önéletrajzban, abban a rövidben, azt hiszem, hogy a legeredetibb pedig te voltál. Pedig hát ez egy már jó néhány beszélgetés megtörtént. Én inkább azt mondanám, hogy ebben az eredetiségben vegyünk egy-két olyan dolgot, ami, ami meglepő. Mert van olyan dolog, ami nem Igen. olyan nagyon meglepő. De az egyik meglepő volt számomra, hogy gépész és csőszerelőként. Igen. Végeztél? Van ilyen ö, Gépész ö, Gépészeti szak közébe jártam. Én is. De jó. Tehát gépészeti szak közébe jártam. Ezért aztán van egy általános gépész. Uh -huh. Végzettségem, ami nem nagyon jelent semmit. Ha tudod, te is, hogy ezt csináltad, akkor igen. És akkor. De azt mondták akkoriban, az mindenre jó. Ugye? Emlékszel? Igen, ez nagyon jó. Igen, ez mindenre jó, igen. Nem tudom, te jártál-e azóta érettségi találkozókon? Képzel nem. Én jártam érettségi találkozókon. Hát, hát nem nagyon volt olyan, aki. A, a, el, ilyen gépészet. Talán egy volt évfolyam vagy osztálytársam volt, aki ilyen gépészeti területen lett Mindenki volna. Más Mindenki van. máshol volt. Tehát, hogy igazából inkább az volt az igaz, hogy semmire sem volt jó. Picit <laughs> Tehát... legyünk maliciózusak, és mondjuk az ezért a csőszerelésből Magyarországon. De a már csőszerelés az egy más. Nagyon jó meg lehet élni. De a csőszerelés az egy más, az már a, a, a szociológus diploma után jött. Et tizen... Várj egy pillanatot. Tehát amikor megszerezted, akkor már a második diplomádat, utána jött még egy ilyen. Igen, a csőszerelés, igen. Hát ezt azért meséld már el, mi Hát én azt gondoltam, tíz, tíz után én azt gondoltam, hogy ebből a szociális szakmából nem lesz semmi. Tehát um -huh. én, én tényleg azt gondoltam, hogy ez itt euh, ø, ø, tehát ugye, hát emlékszel rá talán, hogy nekem két állásomból volt 10 mikor így, így a változás bekövetkezett. Volt egy menhelyes állásom, ugye a menhely alapítványnál más, másik állás volt a, 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 akkor ami volt, aztán később NCSI, utána stb. sok minden lett. Most. A legtöbb szó is a lakta, te életrajzodban szerepel. Igen. Mostos lakta Margit. Na, szóval, hogy és azt láttam ugye, hogy a, ugye a, menhely alapítványnak, menhely alapítványnak kérdésesé vált a fővárosi támogatás. Aha. Ugye itt gyűjtöttek aláírásokat itt a közelünkbe a, a koldulókkal szemben, akkor a kukázási szabály megjelent, tiltó szabályok. Szóval volt, itt voltak, ha még emlékszel rá, voltak a milyen fiúk, ezek a jó fiúk, vagy hogy milyen elnevezés volt. Itt a kerületben ezek ilyen féllegális, ilyen hamvival jártak, és világítottak, aki nem tetszett, nekik így világítottak. Jó, egy jó fiúk. Kis motoros banda, vagy? Igen, és ezek így, ezek így a rendcsinálók voltak, és így oh. el voltak fogadva. Uh -huh. így a, és a jó fiúk aztán később egy darabig talán még arról is volt hogy szociális tevékenységet folytatnak. Szóval egy ilyen nagyon-nagyon fura hangulat volt. Tehát azt gondolom, hogy így szociális szakemberként, szociális Ként én azt gondoltam Ön. akkor, hogy, hogy ennek vége. Tehát, hogy, hogy ez... A, bocsánat, csak így a hallgatók számára egy olyan kerületben vagyunk itt Budapesten, aminek a polgármestere ö, állt az élére akkoriban ennek a hát, hangulatkeltésnek, ennek a hajléktalanok elleni hangolásnak így talán. Így van. Ami egy jó... Nyilván ez, én ma már azt gondolom, hogy ennek nem volt... Ö, Konkrét, tényszerű, vagy, vagy de aztán szóval nem volt mögötte egy olyan kitalált cél, hogy akkor most mi lesz. Hanem igazából csak egy ilyen hangulatkeltés volt, valóban egy ilyen politikai hangulatkeltés volt, aminek egy egyértelműen politikai céljai voltak, de ez akkor még nem látszott. És ö, nem látszott, és csúnya is volt, és akkor én úgy gondoltam, hogy, hogy ö, lehet, hogy ebből ebből az lesz, hogy nekem pályát kell változtatni, és akkor, és akkor megnéztem, hogy mi az, és akkor ugye nekem ismerősem, jó barátaim München környékén éltek, és akkor megnéztem a, az interneten, hogy mely, milyen állások vannak München környékén, és akkor láttam, hogy elképesztő mennyiségű csőszerelőt keresnek, németül tudok, és akkor azt gondoltam, hogy megnézem ezt, a, hogy mennyi idő alatt lehet ilyen szakmát szerezni, ami ott is jó, és akkor kiderült, hogy ez, mit tudom én, Négy hónap plusz gyakorlat, tehát négy hónap elmélet plusz, nem tudom mennyi gyakorlat, és akkor beiratkoztam. Hú. És akkor elvégeztem, és akkor van egy ez ilyen. Komoly. Van egy ilyen papírom, hogy uh -huh. csőszerelő vagyok, igen, ez így történt. Pedig hát az, azt úgy tegyük hozzá, hogy elég sok minden volt már akkor mögötted és ebben a szakmában hát most vissza fogod utasítani, de hogy elég, elég meghatározó név voltál már akkor is, ugye ez 14 évvel ezelőtti szituációt mesélsz most éppen. Meg is értem természetesen, a másik oldalról meg azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez mégse a legrosszabb forgatókönyv szerint alakuljon, ahhoz azért sokatoknak a, a, a munkájára, a kitartó munkájára volt szükség hogy hát ez a, ne kriminalizálódjon a hajléktalanság, a hajléktalanság maradjon meg a szociális segítő, nem is tudom, térféle leginkább, mm -hmm. és hát azért történjenek innovációk, és azért a, utána is történtek innovációk. Alapvetően teológiát végezték. Igen közelről nézem, akkor nyilván biztos, hogy benne van, hogy akkor az ember valahogy a szociális területre jön, és oda téved, és akkor uh -huh. ott is marad. De azért ez nem egy automatizmus. A te esetedben mi, mi volt a motiváció, vagy esetleg a családi háttér, vagy valami személyes érintettség, vagy megérintés, vagy elhívás, elköteleződés? Hogy történt? Mi, miért vagy te ezen a területen, Zoli? Hát, ö, a teológiai végzettség az tulajdonképpen tulajdonképpen igazából, hogyha így most visszatekintek, most lehet visszatekinteni, akkor őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy igazából ilyen, ilyen bölcsészeti, bölcsészetek iránti érdeklődés volt részemről. Az akkor nem volt így nekem ennyire világos. És hogy és hogy amikor én ezt csináltam, igen, akkor, akkor én azt gondoltam, hogy majd ilyen cikkekkel, meg fordításokkal, meg stb. fogok én majd foglalkozni, de aztán kiderült hamar, hogy ez így nem. Tehát ebből nem lehet megélni, volt egy egyéves kisfiam, és állást kellett keresni. Tehát ilyen nagyon prózai és nagyon egyszerű volt. És akkor állást kerestem, és akkor, és akkor nem olyan sok helyen voltam, még amikor megláttam a SZETA hirdetését, a, mi volt akkor? Express újság. Uh -huh. bon. Ez egy akkori hirdetési újság akkor volt, és egy a szegényeket támogató alap keresett. Igen, igen. Milyen munkára? Mindenféléket, segítőket, meg én már nem emlékszem a konkrét megfogalmazásra, de segítőket, hajléktalanok, vagy ilyesmi, vagy, vagy csövesek, vagy nem tudom már mi volt, de hogy ilyen segítői munkára. Uh -huh. És akkor én mondtam, hogy hát a Szeta az egy jó nevű dolog volt, ugye annak idején én is jártam ki a március 15-i ellenzéki tüntetéseken, ahol ugye elvették a személyigazolványokat, tehát onnan tudtam, hogy a SETA az egy jó név, és akkor mondom, hát akkor nézzük meg, és akkor megnéztem, mentem, és felvettek. Uh -huh. És így kezdődött, és akkor, akkor így csertentem bele az egészbe. Tehát, hogy semmi ilyen, nem, nem, nem volt rá készülés. És akkor úgy vállaltad el, hogy előtte semmilyen képed nem volt arról, hogy ez mi, az ez lehet. Nem volt. Nem volt. El, akkoriban... Bátorsága. Akkoriban egy, egy ilyen képzőművészeti társaságnál dolgoztam, ahol végül is ilyen képző, iparművészeti dolgokat raktároztunk meg, adtunk ki meg tudom, jöttek a művészek a lehet. Szóval valami ilyesmiket csinálni. Szokásos sem... másod, meg harmadállások egyike, gondolom, ugye? Igen, igen. igen Abban igen, benne igen, voltunk. Igen, Ilyen, volt egy kis csapat volt, jó csapat volt, de éppen már a, azt hiszem, ott is átalakulások voltak, meg minden, és akkor keresni kellett tehát hogy mindenképpen meg kellett élni, keresni kellett, és akkor egyszerűen ez volt, mert ugye a fordítások meg ezek a ezek, ezekben nem lehetett megérni, az kiderült, hogy ez, 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 nem pálya, tehát ez mm -hmm. abból nem, 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 lesz majd kenyér, vagy micsoda. Szóval akkor már benne voltál, születtek a gyerekeink, mondhatom nyugodtan. Itt több számban, és akkor egyszer csak, ugye nem titok, hogy mi a szociológiát együtt végeztük a, az eltén, mm -hmm. és ott voltunk, ami egy izgalmas kör volt, beleillik, én azt gondolom természetesen abszolút a szociális tevékenységek, a szociális segítői területhez az, hogy az ember szociológiát választja, de hát te nem álltál itt meg, hanem ugye mentél tovább, és elmentél egész Kolozsvárig. Igen, Kolozs... <laughs> igen, igen, ezek érdekesek. Ha az ember egyszer elkezdi, akkor nem valahogy nem áll meg. Hát azt szerintem 18-ban kezdődött ez a, ez a pszichológiai érdeklődés. Ö, lett egy kolléganőm, aki pszichológus volt, aki egyébként, akivel együtt dolgoztam a Vajdán, mert amikor ugye eljöttem a SZJF-ből, az nrsh ből vagy ki tudja, hogy honnan, ahova ugye sodortam, akkor szükségem volt még egy félárásra, szintén ilyen megélhetési dolgok miatt, és akkor visszamentem ügyelni a Vajdahunya utcára, ahol egy fiatal kolléganő is dolgozott, akinek pszichológus volt az alapvégzettség, és akkor ő, ö, én, én, én akkor azt abbahagytam egy idő után, a Vajdán, ugye 6 évet, megint ügyeltem félállásba, és akkor egyszer csak az már elég lett, és akkor ő, 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 ő meg szintén neki is elég lett valamennyi, és akkor ide jöttem és akkor itt dolgoztunk egy-két évet együtt, és ö, és és így rájöttem, hogy az, 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 az egy nagyon hasznos dolog lenne. Szóval, hogy, hogy, hogy ez egy fontos tudás lenne, és akkor, és akkor elkezdtem nézelődni, hogy mit lehet, hogy lehet, és akkor az derült ki, hogy ezekkel a kondíciókkal korosváron lehet. Tehát itt Magyarországon az van, hogy elmehettem volna újból töréből érettségizni, meg mindenféle hülyeség. Szóval, hogy hát ez, igen. Igen, és akkor felvétel, és akkor alapszak, és akkor az, hogy igen, ez a. Ez a buta mód, és akkor Kolozsváron viszont lehetett úgy, hogy mesterszakra menni egyből, ugye két diploma után, és akkor oda elmentem mesterszakra, elvégeztem a mesterszakot. Szóval így, 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 így lettem végül is pszichológus is. Aha. És akkor, ahogy írod magadról, mind a mai napig azért itt ezen a területen te Én szerintem nagyon fejleszted jót, is magad? Nagyon jól foglalkozol tett, is vele. Nagyon jót tett, én szerintem mindennek, a február 3-nak is nagyon jót tett szerintem, hogy, hogy, hogy egy ilyen dolog bejött bele, meg, meg, nekem is, mint segítőnek. Tehát azt gondolom, hogy ugye a legutóbbi élményem, ugye, mert, mert amikor ugye megcsináltam, a, tehát lediplomáztam, akkor rögtön beiratkoztam a vikot Hát ezt mondom, ezt nem lehet abba adni. Tehát az ember ezt egyszer kezdve és akkor ugye a, elkezdtem az, ezt a CBT-t tanulni, és akkor ott volt egy modulunk, a pszichopatológia Segíts, modul. nem tudom már mi ez a cbt A CBT az a, az a kognitív viselkedés terápiás uh -huh. módszer, ami a pszichológiában egy módszer, egy eléggé elterjedt módszer. Na és annak van egy módszer specifikus képzése a, a vikotén, ami, ami egy ilyen, hát, ilyen kicsit szemmelweis leágazás végül is. Uh -huh. Na és akkor ott például ö, volt egy modulunk a, a, a pszichopatológia, amit amit én ebből itt is ott is amott is, is mindenféléket az ember fölcsípkedett, az el, de de hogy ezt így így szystematikusan tanulni, ez, ez 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 nekem egy nagyon nagy ö, ö, hogy mondjam, régóta szükség lett volna erre, hogy az ember ezt így szisztematikusan végtanulja. Szerintem, aki a segítő szakmában van, annak egy ilyen modult a kezdéskor meg kell csinálni, hogy, hogy, hogy lássa hogy tényleg mi is az a tapasztalat, amit a segítői munkában uh -huh. vagy a segítői szférában már van a mentális betegségekről. Uh -huh. És ezt ilyen szisztematikusan, tehát ez nagyon jó volt. És szépen így az aktualitásokra kanyarodunk rá, és én büszkén mondhatom, hogy rendszeresen jössz a Szeművész Egyetem Szociális Vezetőképzőtudás központjába is, ugye mások mellett oktatni, illetve órát tartani, öm, ahol egészen biztosan tudom azt, hogy a, a, az ott, lévő szakirányú továbbképzésben vagy a most induló msz nél is meggyőződésem lesz, hogy a mesterszintű képzésünkben is ott van a helye annak a, az előadásnak, annak a beszédmódnak egyébként, ahogy te a hajléktalan ellátásról beszélsz. Nyilván nem csak ez, ez a tapasztalatod, de hogy lehetne azt megfogalmazni, hol van most a helye a hajléktalan ellátásnak ebben a mi szociális szolgáltatási világunkban, rendszerünkben? én azt gondolom, hogy nem sikerült ezen így valahogy átlépni. Tehát így meg, megpróbálták ezt ö, ö, tíz után valahogy, valahogy olyan módon értelmezni, és ez tulajdonképpen nem egy, nem egy új keletű értelmezés, amiben, amiben meg Próbálják ezt egy ilyen ö, közösségi szintről vagy társadalmi szintről értelmezni, és azt ö, ö, mondani, hogy ö, hogy itt ö, ezzel a hajléktalansággal olyan dolgok vannak érintve, amik, amik irítálják az embereket, és, 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 és akkor itt-itt a határvonalakat kell húzni. Tehát ez a közterület uh -huh. használat. Összefüggő rendeletek, stb. Ö, és megpróbálták ezt így kezelni, de valahogy valahogy rájöttek, hogy ez így nem megy. Tehát ez, 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 egy, ez egy nagyon érdekes dolog világítja meg a legjobban, hogy ugye tulajdonképpen, mikor voltak közvéleménykutatások, mi is egyet a mediánnal csináltattunk egy közvéleménykutatást. 15-ben azt hiszem, hogy az emberek többsége egyetért azzal, hogy a hajléktalan embereket akár erőszakkal is el kell vinni az utcáról, hogy ne legyenek ott. Miközben kétharmada azt mondja, hogy inkább segíteni kéne őket, mint büntetni. Uh -huh. Tehát itt, 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 ugye van egy nagyon nagy ellentmondás ebben a meguté... Miközben él az együttérzés, a közben erős ez a, hát minek nevezzük, ez a ne is lássuk ez a... Így van. Tehát mind a kettő egyszerre van jelen. Tehát én én értem a, a, a politikát, aki, aki, ugye a rendet teremtek zászlóval jön ki, annak, annak nehéz ebbe a térbe mozogni, mert ha rendet teremt, akkor rászólnak, hogy na de hát ne bántsd. Azért azt ne, azért azt ne. Na de azért, szóval, hogy igen, ez egy, ez egy nagyon nehéz elvárás. Oké, okay. és hogyha egy kicsit ráfókuszálunk, akkor a szakmában miért hogy is mondjam, nem tudnak többet a kollégák. Vagy, vagy, sőt, mondok, egy nagyon konkrétumot no. talán, hogy ez így érthetőbb lesz. Amikor annak idején gondolkodtunk, és hát bevezetésre is került végül is, amit ma úgy hív a hogy vörös kód. Amire ugye azt mondtuk, hogy hát ez a minimum, hogy így a szakmánk hivatalosan is nyisson, vagy nyitni a kelljen, akár a férőhelyek tekintetében, akár csak egy melegedés tekintetében az utcán élők irányába. És ezt rend rendre a sajtó hozza is, szerintem a vörös kód uh -huh. az egy olyan kifejezés, amit lehet, hogy most már ezért elég, elég sokan ismernek. Hát egy, egy elemi ellenállás és visszajogás volt az intézményvezetők egy elég markáns részé felől. És én azt gondolom, hogy ez abból eredt, hogy, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy ki is a hajléktalan, mi is az a hajléktalanság, és elemileg mire van szüksége mondjuk valakinek, aki, aki piszkosul fázik. Ilyen, ilyen nagyon egyszerű. Szóval, hogy. hogy én nem, nem, ennek nem látom az okát. Azt gondolom, hogy egy szociális szakember, főleg, hogyha a szociális végzettséggel is rendelkezik, akkor valahol találkozzon, találkoznia kellett már valahol ezzel a problémával, és legalább azokkal az alapfogalmakkal, amin, aminek a, hát, hogy is mondjam, a terjesztésében, ismerett terjesztésében, ha úgy tetszik, hát ezért nagyon sokan szerepet vállaltok, hogy ezért legyen egy nyitottság. És én értem, amit mondasz, hogy a társadalom részéről, de én, én azt látom, hogy a szakma sem. Különb. és nekem ez inkább egy picit ilyen Nagyon nehéz vagy. Nagyon nehéz. Azt kell mondjam neked, hogy hogy ö, ö, inkább mondok megint egy példát. Hát volt egy időszak, egy rövid időszak volt, fél év volt, amíg, amikor ö, ö, bírtam csinálni azt, hogy krízisautóztam is, tehát hogy egy héten, nem minden második héten egy éjszakát mentem a krízisautóval, mint szociális munkás, és ugye a hívásokra mentem, és szedtük össze az utcán alvókat, és próbáltuk meg elhelyezni. És ugyanakkor hetente egy éjszakát ügyeltem a szálláshelyen. És meg kell, hogy mondjam neked, hogy nem tudtam összeegyeztetni a szerepeket, amikor vittem valakit az utcáról, akkor jól tudtam azt, hogy neki most mindenképpen valami helyre lesz szüksége, és mindenképpen, és nem értettem, hogy a, a szálon dolgozó kollega, aki akár én is lehetnék, ugye, az miért tart be? Uh -huh. Én azt láttam, hogy én milyen rendetesen sokat küzdöttem azért, mennyi, mennyi mindent kellett hogy kellett őt meggyőzni, hogy neki mégis jobb, félelmei ellenére mégis jobb lesz, hogyha melegben van. És és hogy, hogy sikerült rávennem, és én tudtam, hogy ez egy nagyon ö, szerencsés helyzet, éppen jókor, éppen jó mondatokat tudtam mondani, és ez egy lehetőség arra, hogy ő túléljen. És itt van ez a kollega, aki meg ezt miért nem érti? Hogy én me mennyi dolgoztam vele, Miközben ő viszont tudta azt, hogy reggel be fog jönni a, az egészségügyi személyzet, megvizsgálják, megnézik, és kiderül, hogy azonnal el kell küldeni ide-oda. Amoda, új ruha, új, 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 akármi lehet, hogy éjszaka alva jár, lehet, hogy kiabál álmába, lehet, hogy, hogy a fellázad a szoba, ahova betettem, mert annyira az utcához szokott. Tehát, és akkor ő mit csinál reggel meg másnap ebben a helyzetben, vagy inkontinens? És, 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 és ott állnak majd az ajtaja előtt, hogy na de hát, hogy tehetél ide egy ilyen embert, akitől nem, aki ugye nem tudja magát tisztán. Tehát tehát ez a, ez, a, ez a két szempont magán a hajléktanállátáson belül, sőt tulajdonképpen ne személy szerint nekem is nagyon ö, kritikus volt minden egyes alkalommal. Nem minden egyes alkalommal, de nagyon sokszor. Tehát azt gondolom, hogy az intézmények is így vannak ezzel. Ez egy, ez egy rettentesen nehéz műfaj, azt akarom mondani. Tehát ezek az emberek elképesztően el vannak hanyagolva. Szerintem, ha nem csak a fizikai, hanem a mentális elhanyagoltságot is nézzük, akkor szerintem, ö, szerintem minden elképzelhető harmadik világbeli szint alatt vannak. Tehát, hogy, hogy iszonyatosan ö, ö, rossz állapotú emberekről beszélünk, akikkel nagyon-nagyon nagy... Nagyon, tehát hogyha, tényleg, hogyha komolyan vennénk az ellátást, akkor itt, itt egy nagyon komplex nagyon komoly ö, 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 tímeket kéne csinálni. Mondok még egy példát, ha belefér. Tehát, hogy ugye itt a pszichológussal levésnek a oldalvízén jártam Bálint csoportozni, nem tudom, tudod, de tudod, hogy ez a Bálint csoport, ez egy, ez egy Bálint Mihály magyar származású pszichológus, még a freudi időkből, ő találta ki, ezt főleg orvosoknak van, ez a Bálint csoport, ez Olyasmi, hogy ö, az orvosok ö, hoznak egy esetet, és akkor ö, megbeszélik a, ezt, ö, ezt, ezt az egy esetet, és akkor többen hozzászólnak, majd utána van egy ilyen akvárium helyzet, és akkor kivonul az illető, és akkor megnézi, hogy hogyan rakják össze mások ugyanazt, amit, ami az ő fejében. Egyébként nagyon jó módszer, ilyen szupervíziós módszerek nagyon sokan Használják Magyarországon is, tudom ajánlani mindenkinek. Na most ott ugye ilyen, ilyen csoportban jártam, képzésre is jártam ilyen csoportban, és ott ugye főleg orvosok voltak. És hmm. többször előfordult, hogy nagyon nehéz pszichiátriai eseteket hallgattam végig ebben a csoportban. Ugye ezek anonimak, uh -huh. értelemszerűen, tehát nem. De valósak. valósak de valósak, abszolút valósak. Problémája ugye a pszichiáterek problémái. És hát azt kell mondjam, hogy ami mi eseteink sokkal komolyabbak. Tehát, hogy, 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 a, hogy, hogy, Ez... hogy, hogy azok az esetek, amiket hoznak, ahhoz képes nálunk sokkal-sokkal komolyabb esetekkel kénytelen megküzdeni tömegével egy segítő rendszeresen. Uh -huh. Azt hiszem, hogy meggyőztél, hogy megengedőbbnek kéne lennem ebben a kérdésben, akár a szakmánk felé is. És Azért az a kérdés, hogy, hogy mennyit tudunk a hajléktalanságról, sőt a hajléktalanokról inkább így fogalmazok, az hát elsősorban vagy más mellett, ahogy ezt a rövid életrajzodban is mondod ez egy Gyurival közösen kitalálva, de 98 óta egy azóta minden évben megújuló kis történettel, amit majd mindjárt feloldasz, uh -huh. hogy mi ez a, az F3, Egy kollégák ránéznek, és van a Forma 1, uh -huh. Formula 2, meg van az uh -huh. F3, meg az Igen. F3. Uh -huh. uh, ez azt is jelenti, hogy most így beszélgettünk március elején, ez egy hónapja zajlott uh, ez, ez, ez a sztori. És hát egyrészt meséld már el, hogy mi ez, mert ezt én látom, hogy mm. a kollégák számára is fontos dolog. És releváns-e ez ma, és ha igen, akkor mit mutat Aha. ma ez a történet? Ö, akkor üdvözöllek, elkezdjük a beszélgetést. <laughs> végre megérkeztél a témát, és egy, akkor ott, a ott vagyunk. ami Egy igazi topi. Mondhatni az életed. Hát figyelj, ö, de, ez átlagosan kezdődött, tehát semmi extra, ugye a Gyuri nagyon ilyen tényalapú, segítői szemléletű volt. Tehát ő, ő tényleg azt szerette, hogyha vannak adatok, vannak interjúk. Szóval ő tényleg ezt komolyan vette. Érdekes módon az ő bohémsága ellenére, bohém életem meg bohém stílusa ellenére, ő tényleg komolyan vette azt, hogy legyenek konkrét adatok. És ebben is Mégis, szabadna fel, én dolgoztam együtt olyan kollégákkal, uh -huh. még utána közvetlenül uh -huh. az ő tevékenysége után, akiket még akkor is ilyen abúzusként felidézett módon, hogy is mondjam, ért az, ahogy, ahogy mondjuk ő ímelt mert hogy ezt, ezt így megkövetelte mindenkitől, és akkor támaszd alá, indokold meg, Igen. És, és hát szociális munkás kolléganők időnként ez alatt össze is tudtak törni. Tehát azért ez akkoriban sem volt egy ilyen nagyon bevett dolog. Nem, nem. A, Gyurinak, a szegénynek nagyon rossz természete volt ilyen szempontból. Tehát, de, kér, de kér, volt egy ilyen nézőpontja, volt egy ilyen hozzállása. Volt egy ilyen hozzáállása. És akkor mi erről beszéltünk, én nekem Márzén volt, nekem nem kellett vele együtt dolgoznom, tehát én nem voltam soha az alkalmazottja, úgyhogy én boldogan tudtam vele beszélgetni de szabadon, tehát nekem nem kellett ezeket a szemrányosít végighallgatni, ami nyilván nagyon nehéz volt. És hogy, na szóval, és egy ilyen beszélgetés 98 táján volt, amikor is beszéltünk arról, hogy hogy kéne csinálni ilyen szervésszerű dolgot, és egy ilyen point in time dolgot, tehát hogy, hogy, hogy így időről időre. Én azt hiszem, az ötlet az, az, az nekem talán a 98-as 98, -as, 98 -as londoni úton, szerintem Bristolba láttam egy ilyen helyet, ahol, volt voltak ilyen visszatérő adatfelvételek, de ez nem is hajléktalan ellátás volt, hanem ilyen drogos fiataloknak volt valami, hely, ahova hogy bemehettek ilyen alacsony küszöbű ellátás, és akkor ott így marginálisan, mert éppen nem arról volt szó, de hogy így ezt mutatták, hogy hogy csinálják. És nekem akkor szélgetőtött a fejem, és akkor azt beszéltük meg a Gyurival, és akkor mondtam neki, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyet. Hogy akkor, és akkor Gyuri mondta rögtön, hogy hát ő tudja, rögtön KSH alapján, ugye velem KSH, bocsánat, a Meteorológiai Intézet alapján, a sok éves átlag alapján február 3 a leghidegebb nap Magyarországon. Akkor legyen február 3. És akkor, és akkor kitaláltuk, hogy mit tudom én, egy kis rövid, és nem is tudom már honnan szereztünk rá a pénzt valamennyit, és akkor milyen fénymásolóval, stb. így, 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 így elkezdtük. És a célja az az volt alapvetően, hogy mindig tehát jártunk a minisztériumban, akkor még hívogattak a minisztériumból minket, hogy menjünk be, és ott mondjuk okosakat. És és mindig azt tapasztaltuk, hogy így leültünk egy asztalhoz, és akkor mindig megkérdezték a minisztériumban, hogy mi van. És akkor mi, mindenki megpróbált elmondani a saját szempontjából, hogy mi is van a hajléktan ellátásban, és aki a leghangosabb volt, annak hittek. És akkor azt gondoltuk, hogy ez nem jó. Tehát, hogy így nem, nem biztos, hogy jó. hogy hogy aki a leghangosabb, annak hiszik el, hogy most egyre több a, a vagy az, vagy az, most erre van szükség, most arra van szükség. Vagy, És akkor azt gondoltuk, hogy ezzel a egy nagyon egyszerű módon látjuk majd, hogy igazából nem is az volt a lényeg, hogy, hogy mi egy, egy ilyen aktuális helyzet, hanem hogy látjuk majd évről évre változást. Hogy mindenki azt mondja, hogy egyre több a, mit tudom én, a fiatal, akkor majd látjuk, hogy tényleg így van-e, vagy sem. És tehát már a kezdetekkor azt mondtátok, hogy egy összerakott módszertan alapján nagyjából ugyanazok a kérdések mentén, Igen. majd azért az is érdekes, hogy ezek miért vagy hogyan változtak, hogy változnak-e egyáltalán, vagy ugyanazt kérdezitek, uh -huh. amit 26 éve. Egy adott napon, egy évben megnézitek a hajléktalanok állapotát? Hajléktalanokkal veszük föl a kérdőívet, tehát ez egy fontos dolog. Aha. Tehát, a hajléktalanokat kérdezik, és ők válaszolnak. Tehát direktben megkérdezik. van. Kiket? A különböző ellátásokban lévőket, vagy az utcán élőket, vagy kiket kérdeztek meg? Az volt a... Az volt az eredeti szándék, hogy mindenkit kérdezzünk meg. És hogy az egy érdekes definíció, hogy akkor ki is a, a hajléktalan, és akkor azt mondtuk, hogy mi ezt a definíciót, tehát mi, mi azt mondjuk, hogy az a hajléktalan, akit a hajléktalan ellátás elér. Tehát ez egy, ez egy szűkítése a dolognak, uh -huh. de hogy ebből tudtunk kiindulni, mi is hajléktalan ellátásban, de a hajléktalan ellátás számára ö, próbáltuk ezt az adatfelvételt, tehát nem tudományos célnal, tehát most már azt mondják, hogy grassroots, Kutatás, oké, okay. lehet, hogy így hívják. Szóval, hogy igen, és ezért mi ezt a definíciót használtuk, hogy akkor az, aki valamilyen szinten kapcsolatban van a hajléktalan ellátással, és hogy mindenkit megkérdeznénk, mm. igen, ez, 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 volt a, ez volt a cél. Ugye ez volt a kérdés most? Igen, most abszolút. Értem. Mert a, a, azért ez egy ilyen fontos kérdés, ugye ezen gondolkodom, hogy kitér el, hogy akkor, akkor volt már utca. Talán hivatalosan még nem. Hivatalosan nem de volt. De ténylegesen meg, ugye már azért voltak, ajárat volt. Te volt. Te a volt. Igen. É, még én is mentem te Igen, te a volt. De hogy az is érdek, igen, és, és hogy volt még egy specifikációja, hogy tulajdonképpen azt mondtuk, hogy... hogy... Hát hogy... ugyanis egy pohár is eléred. Tehát az már igen, egy elérés. Igen, az már egy elérés. És tulajdonképpen azt mondtuk, hogy... hogy ugyanúgy, mint a kás, hát valahogy a kázi lakóhelyén keressük meg. Tehát hogy ez is volt, tehát ez, ez egy nagy kérdés volt mindig, hogy, hogy kérdezzünk-e nappali melegedőkbe. Uh -huh. És nem kérdeztünk nappali melegedőkbe, mert azt mondtuk, hogy az nem egy, tehát az, az nem az idézőjelbetett lakóhelye. Az, tehát, tehát azért volt egy ilyen szempont is, hogy az idézőjelbetett lakóhelyén. És, és ilyen szempontból a járatokon való kérdezés az egy azt két évet kérdeztünk te járaton, Az egy ilyen, hát ilyen megengedő dolog volt. De hogy utána aztán az utcások kezdtek el kérdezni már, ahol voltak utcások, és akkor máig úgy van, hogy az utcások kérdezik, és eléleg azon a helyen, ahol alszik. Tehát, hogy igen. Ugye belegondolok, alapvetően hány, de hány fenntartott intézmény szolgáltatót kellett megkeresni, igen. Meggyőzni, hogy vegyen ebben részt, vagy szívesen részt vettek? Vagy... Érdekes, hogy ö, szívesen. Tehát, hogy 2005-ben volt, amikor így a vidékélkezeg csak bejelentkeztek, hogy ők is akarják. És akkor mi még ellen is álltunk. Eddig hogy... csak Budapestre koncentráltak. Igen, igen, igen. Mi ellen is álltunk, hogy miért is, miért is akarják ők, meg akkor. És én feltételeket szabtunk, hogy akkor mit tudom én, hogy. Tehát nagyon érdekes volt, hogy mennyire akartak ehhez csatlakozni, és akkor. E, máig nem tudom, megmondom őszintén, hogy ennek mi az oka. Egyébként néha, amikor beszélgetek emberekről erről, akkor mondják, hogy számukra is fontos információ a, az, amit ilyenkor megtudnak. Ugye nektek van egy ígéretetek, hogy aki ebben részt vesz, az megkapja az egészen így Pontos van. és uh, így van. mindenféle, akár számára további számítgatásokhoz alapot adó, legalább keresztáblákat, mm -hmm. vagy számokat, vagy eloszlásokat, vagy is, 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 -is amit, amit egyébként. Tehát magát meg... az adatokat is megkapja. Hát az, az, ez már magán is egy ilyen izgalmas és érdekes Igen. dolog. Uh, Oké, okay, így történt 98-ban, fénymásoló, ahogy mondtad, Igen. meg így felvettétek föl, a kapcsolatot. Hogy zajlik ez ma? Mondjuk a múlt hónapban, ez, ez hogy történt? Hány ember ez, vett részt benne? Ez most egy különleges volt, mert először volt az, hogy zéro forinttal tudtunk bemenni, ugye nem volt, nem, nem tudtunk támogatást szerezni. Akkor talán rosszabb volt, mint a legelső alkalom, valahol mondtad, hogy valahonnan még egy kis pénzt szereztetek. Mindig volt rá pénz, tehát Aha. mindig tudtuk fizetni valamilyen. Tehát nagyon fontos itt a hajléktalan ellátásban szerintem, hogy legyen motivációs ajándék. Tehát ugye az a motivációs ajándék, ami azért motiválja az embert arra, hogy csináljon valamit, tehát ne érezze azt, hogy, azt, hogy ebbe a rossz helyzetben, amiben van, még valakinek ad, és akkor attól az a rossz érzése szám az, hogy belőle, hogy ő egy igazi lúzer, aki. Uh -huh. Tehát, hogy legyen meg az a belső megnyugvása, hogy azért valamit kap érte. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem egy, egy, egy ilyen helyzetben, és az is egy fontos dolog, hogy a segítők is kapjanak valamilyen díjazást, ha tényleg minimális is, de ne érezzék úgy, hogy a a szín meg a nem tudom milyen nyilvántartás után még egy valamit rájuk nyomtak, és most akkor megint csak ezt végig kell csinálni. De egy adminisztrációs teherként éljék. Egy újabb adminisztrációs újabb. teherként éljék meg. Tehát ez szerintem fontos. És az, hogy aztán utána ők adatokkal esetleg később a szakdolgozatukhoz, vagy az az, 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 szerintem ez elkülönül, az nem tud bejönni akkor a fejbe, mikor meg kell csinálni egy ilyen adatfelvételt. Az, az nem így működik. Szóval ezek, ezekre szükség van. És ez az, az elejétől volt, és az idén nem volt. És, és én kicsit aggódtam is ezen, meg, 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 így nem is volt túl jó, hogy, hogy, hogy ez így nincs, mert így valahogy Valahogy az egésznek a kerete, a lejátszása, az egész formája egy kicsit más volt. Ehhez képest közel 5000 válaszadó van, messze, tehát elmaradtunk attól, főleg az utcai adatfelvételnél messze elmaradtunk attól, ami szokott jönni. Ö, az de hogy. 5000 -5 válasz az? Nagyon jó, tehát mondom, nagyon, most nagyon jó. Nagyon jó, igen, de hogy abból a szempontból, tehát kifejezetten az utcás adatfelvétel miatt, ami azért fontos ilyenkor abban a szempontból rossz. Tehát az, 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 így most nem, nem, nem volt túl mm. jó, de, de egyébként egy jó, jó dolog. És hát igen, és közben ugye a, 13 volt, azt hiszem, a csúcs az 11 ezer. Uh -huh. A napjai tehát akkor akkor voltunk a csúcson. Az nagyon érdekes, valószínűleg akkor ilyen kicsit ilyen szakmai összezárás is volt. Ugye pont akkor volt ö, fölpörgetve ez a hajléktalanok kriminalizációja téma, ott 10-11-ben, 12-ben lehet, hogy annak lehetett egy ilyen típusú válasza mondjuk a szakmarészről, hogy akkor beleteszem. Hát magam. Ö... elmegyek. Ugyanis azt történik, hogy te a, a terepen dolgozó kollégákkal, vetetitek föl ezeket a Igen. kérdőjéveket és hát azoknak az adatfelvételeknek a minősége az rajta múlik nyilván. Ez, ez ugye mindig egy ilyen nagy örök kérdés. Igen. Azt gondolom, hogy a, ennek a validáltságáról, meg a részlete szakmai módszertan, stb. részleteiről nem is nagyon kell beszélni, inkább arról, hogy ezeket az eredményeket ti folyamatosan oda teszitek az előző éviekhez. Igen. És ebből egy annyira jól követhető trendvonalat tudtok felrajzolni Itt. különböző kérdésekben és témákban. A társadalom egyik legnagyobb kérdése az az, hogy csökken vagy nő a hajléktalanok száma? Öh. Ez a trendmutató, ami, amiről tavaly-tavaly előtt úgy számolt Igen. be a sajtó, és nagyon érdekes, hogy nem csak a szaksajtó, hanem Igen. általában is van egy ilyen érdeklődés, az ugye, hát meg azért ti tesztek uh -huh. is róla, hiszen uh -huh. uh, azért ezt bemutatjátok a sajtó uh, és minden érdeklődő számára, és sőt, hát utána tanulmányokban, Igen. meg konferenciálódásokban is azért beszéltek erről. Ugye azt mondtátok, hogy van van egy csökkenés, számszerű csökkenés. Ez, ez hogy néz ki? Mondjuk egy ilyen inflációs év, meg egy ilyen borzasztó, lefelé húzó gazdasági helyzet kezdetén, mint most? Hát annak a, 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 annak a hatásait ugye nem tudjuk érzékelni még, mert egy-egy ilyen történetnek a hatása az szerintem egy-másfél-két egy év, Aha. amire ez bepörög. Ö, ö, hát az úgy néz ki, szerintem nagyon röviden. Akárhogyan is azért a, a köztelett használatot tiltó szabályoknak van hatása, méghozzá az a hatása, hogy az emberek azt gondolják, mindenki, te is én is, mindenki azt gondolja, hogy a köztereten élni az nem csak, hogy rossz, hanem, hogy szabálytalan is. Uh -huh. Ez meghatároz egy hozzáállást, egy légkört, egy valamit, amitől ezek az emberek a látható, nyilvános területeken nincsenek, vagy alkalomszerűen vannak, állandóan változtatják ezeket a helyeket, amit az utcások látnak. Tehát csökken is az elérésünk, jócskán csökken a segítő, Szempontjából az elérés. Másrészt meg valószínű az is történik, hogy sokan bemaradnak olyan helyzetekben, ahonnan egyébként korábban kimenekültek az utcára. Uh -huh. És is könnyen előfordulhat. Tehát egy olyan bántalmazó helyzet, stb. 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 mégis Mégiscsak, vagy olyan helyre mennek el, a, a, amit nem látunk. Tehát valószínűleg ez van. A, szóval ettől a közvetlen alvás tiltó rendelettől a közösség társadalom működése nem változott meg. Uh -huh. Tehát a, ami ugye korábban kiűzte az embereket, az most is kiűzi, vagy elűzi valahova. Tehát, hogy ez ettől... Viszont hajléktalanok alkalmazkodtak ezek szerint. ehhez. alkalmazkodtak ehhez a, hely, hely, a helyzethez, helyez. és kevesebben vannak az utcán. És a szálláshelyekkel meg az, az történik, hogy alkalmatlanok ezek a szálláshelyek. Tehát a, az azt kell, hogy mondjam, hogy hogy több, több, több oldalról is meg tudom ezt közelíteni. Ugye az egyik oldal az az, hogy ezek a szállásaik, mikor létrejöttek, amikor a hajléktalan ellátás kialakult, akkor 90-ben azzal a fejjel jöttünk bele ebbe a világba, hogy lakáshiány van. Lakáshiány van, és akinek nem jut lakás, annak valahol idéglenesen egy tömegszálon való. Tehát ilyen, vészhelyzeti forgatókönyvekkel a fejünkben jöttünk, és vészhelyzeteknek tekintettük ezt a hajléktanállátást, és vészhelyzeti módon szállásokat, tömegszállásokat, valamiket kezdtünk el létrehozni, miközben azt tudtuk rögtön, amikor kimentünk már nyugatra, hogy ott már éppen a 80-as évek végén bezárták ezeket. Miközben ezt tudtuk, akközben csináltuk ezt. Ez volt a fejünkben, és az már megváltozott. Ma nincs lakáshiány. Ma nincs hiányos helyzet. Tehát azt gondolom, hogy ezt, ezt e, ez nem tudtuk még felfogni, hogy nincs lakáshiányos helyzet, hanem arról van szó, hogy megfizethető lakás uh -huh. probléma van. Tehát, hogy tényleg a, a megfizethetősége a lakásoknak a probléma és amit röviden szociális bérlakásnak lehetne nevezni, a világban a legtöbb helyen ezt így nevezik, az gyakorlatilag majd, hogy nem hiányzik. Így van, így van, az hiányzik. De ezzel együtt a nagy lakáskínálat azért hozott egy elképesztő minőségi javulást is, és azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a kínálat miatt annyi fajta lehetőség adódott, hogy hogy ma már egy hajléktalan szállás nem jó egy krizis helyzetbe került ember számára. Mondok egy példát, jó? az lesz a legjobb. Amikor ugye bezártak a COVID-nál a hajléktalan szállók, akkor a menhelyi fővárosi támogatással ke kettő darab Airbnb-t kezdte el helyezni, behelyezni az embereket, ami két nagy Airbnb ilyen 40 fős airbnb -kú. Vannak a városban, Jé. igen. <laughs> az nagyon nagy lakás. <laughs> nagyon nagy lakások, igen, ahol ilyen Airbnb-szerűen működnek, vannak ott diákok, külföldiek, de vannak ilyen... Na és akkor ott mi jártunk ki oda, segítőként, ugye azokat az embereket, aztán tíz ember volt ott, akit mi helyeztünk el, és azt láttuk ezeken a helyeken, két hely volt, azt láttuk, hogy praktikusan, ezen a helyen hajléktalanok laknak. Előtte is azok laktak. Uh -huh. Tehát, hogy azok az emberek, akik akik a 90-es évek elején megzuhantak, azok el tudtak jönni, azok számára egy alternatíva volt, hogy eljöjjenek egy hajléktalan szállóra, és itt lakjanak a Nagyon sokan a munkásszállókból. Ma, ha valaki megzuan, és volt ott, volt gondnok, aki elvált, volt tan tanítónéni, akinek meghalt a férje és izé Nagyon sok fajta. Azok számára igazából a, a megoldás inkább most egy ilyen típusú szálláshely, amit, amit meg tud már fizetni, vagy megfizeti helyette valami rokona, vagy, vagy nagy tartozásai vannak, bármi. Mm -hmm. Szóval ők, tehát ha valaki ma hajléktalanná válik, választhat, hogy vagy elmegy egy ilyen helyre, és szerez pénzt arra, hogy azt kifizessék, vagy elmehet egy olyan hajléktalan szállóra, ahol ugye 50 plusz a korosztály, rengeteg mentális beteggel. És emelkedik van. továbbra is Persz, egyébként az átlag emelkedik életkor. Az állat, de az átlag életkor. Tehát amikor, amikor 80-as években, vagy 90-as 90 években Kimentünk nyugat, és elmentünk egy hajléktalan száron, akkor döbbenten ültünk ott, hogy Úristen, most idézőjelben, el, mondom, csupa zombi van egy hajléktalan száron. Hogy mi van itt, itt ilyen csupa? Nagyon jól tudod, nagyon jól öltöz, nagyon jó ellátás, minden, de ilyen nagyon leépült, szegény emberek voltak. Ide jutottunk. Uh -huh. Tehát a hajléktalan ellátásban, vagy egy csomóan kimennek, óriási a fluktuáció, ezt rá nem tudja mutatni ki mennek azok az emberek, akik ide-oda el tudnak menni, és a végén marad egy, marad egy réteg, egy szegény réteg, aki szegény ment, nagyon sérül, aki nem. és és, és, így van, van, és, van. és hozzá Szenvedő kell költöznöd, ha bajod van. Aha. Most ő, ő hozzá nem szívesen költözöl, mert ő nem jelent neked lehetőséget arra, hogy munkát találj, nem jelent neked társaságot, stb. 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 Tehát van e, te e, egy el elég erős rétegzettség, azt mondod? Hát figyelj! Ahol már nem is lehet összeegyeztetni úgymond a teteje meg az alján lévő helyzetben lévő embereket figyelj, a hajléktalanságunk belül. Hát Aha. hogyha bemész egy munkásszállóra, mondjuk hm. rossz helyzetben vagy, vagy bemész egy ilyen Airbnb-be, ilyen kvázi munkásszállóra, akkor vagy... nagyjából jól funkcionáló emberek, akik reggel elmennek dolgozni, igen, és van Rajtuk, kereszt, rajtuk igen? keresztül nagyon sok mindent elérsz elérsz információkat, elérsz munkalehetőségeket, tehát a számodra, számodra egy hozadék az, hogyha bemész egy ilyen helyre, minden szempontból hozadék, míg szemben a hajéktán száll, az nem jelent neked hozadékot, tehát neked ott az, az azt jelenti, hogy el kell, el kell, hogy fogadj egy nagyon fura helyzetet. Az ilyen típusú szálláshelyeken, vagy lakhatási formákban, azt mondod, hogy egy picit automatikusan is közösségek alakulnak ki. Az lehet, hogy ott egymással nyilván megosztják az információt az emberek, támaszkodhatnak a másikra, vagy ez, ez, ez hogy kell elképzelni? Én, én nem jártam ilyen helyen. Ö, nyilván, nyilván, nyilván erre, e, erre vannak lehetőségeik az embereknek. Nagyon érdekes, hogy ezt hogy ez azért nem működik úgy, ahogy például működhetne, de hát, de hát nyilván, nyilván ez egy, ez, egy, nagyon nehéz helyzet lehet együtt lakni ötven emberrel, és főleg egy ilyen menedékhelyet képzelj el, ahol nem tudod ma, hogy holnap melyik 50 emberrel fogsz együtt aludni, vagy, vagy együtt melyik lakni. Zálaso, melyik ágyon, hol, Igen, milyen. igen. hol, és ki lesz az... Ez, tehát, hogy, ez, hogy ez, egy, ez egy nehéz helyzet. Mindenképpen Mindenképpen ott, ott az egy információ forrás is, tehát hogy. hogy de egyéb nem szerintem. Tehát nagyon-nagyon uh -huh. kapcsolatok szerintem legalábbis a hajléktalan részén nem nagyon alakulnak ki. Szerintem ez is egy új dolog viszonylag. Tehát a 90 es évek elején azért ez sokkal konfúzabb volt. Tehát uh, sokkal inkább uh, ilyen kicsit, kicsit kulturális szelete is volt egy-egy szálló uh -huh ilyen szubkulturális szeletek voltak, vagy, vagy hogy mondjam, most, most azért az kevésbé van. Ezeket meg is próbálta a szakma egyébként megtörni, mert ezek komoly konfliktusokat jelentettek. Tehát, hogy bevette magát egy szállóra valamilyen nem tudom, szípus banda, például, csak mondok egy példát, akkor az nem volt jó, hiszen nagyon nehéz volt kontrollálni akkor hát is a, is a helyzetet, tudtani, Igen, aha. hogy akkor kikit lop meg, kikit ver, meg két, tehát az, az akkor egy nehéz helyzet volt. Ö, de hogy azzal együtt, hogy ezeket ö, eliminálta, vagy, vagy, vagy megpróbálta megszüntetni a hajléktalan ezeket a közösségi kezdeményeket is megszüntette, mert ja, hiszen most. nem volt más tenni. Idei F3-nak van -e olyan tanulsága, akár megerősítő típusú, vagy esetleg új tanulsága? Hát figyelj, a, én, 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 inkább a tavalyit mondanám, mert hogy az okay. ideit azt még annyira nem... Dolgoztátok fel, Tavaly volt elég döbbenetes, ugye a jövedelmeket néztem, mert ugye, hát ez az infláció miatt. És azt megnéztem, és megnéztem a... Ugye mindig kérdezik a januári teljes jövedelmet, ami most mindegy, hogy, hogy most mennyire lehet arra visszaemlékezni, hogy valaki mennyi pénzt rendelkezett az előző hónapban, de mindig ugyanúgy vagy lehet, vagy nem lehet. Tehát végül is ezek összehasonlíthatóak valamilyen szinten és az derült ki. Ugye vissza is számoltam ilyen plasztikusan, tehát megnéztem, hogy mennyi, tehát hogyha valaki mondjuk költ, nem tudom, naponta egy fél doboz cigire, meg mit tudom én, egy-két dekás, vagy, vagy ilyen két literes borra, akkor azon kívül mennyi pénze marad? És akkor ez egy ilyen nagyon plasztikusan látszik, hogy egyébként hogy van. Hát 2006 óta ez csökken, akkor ugye még az alap szükségletek, most ez vicces egy kicsit, de hát most, most a tényekről beszélek, tehát ez egy, igen, amikor még ugye tudott venni két hamburgert a, a cigi mellett, meg a üvegbor mellett, addigra, hát most már szerintem egy fél hamburgert tudott venni, vagy egy harmad hamburgert tud tudna venni ebből a kajából, vagy, vagy ebből a pénzből, ami ugye uh -huh. átlagosan van ö, egy napra. Ugye ezt napra visszaszámoltam, ezt a haviademet. De én, ami a meglepő volt, hogy nem, nem ez van az alján, hanem a 12-13. Az van az alján, és méghozzá. Az ugye egy dologgal függ össze, amikor ö, Ugye nominál értékben lecsökkentették a, a rendszeres szociális segélyt 28 ezerről 22800-ra, tehát ott egy 20 os vagy igen igen, egy ilyen 20 os ö, ö, esés ö, volt, vagy még több, az hány százalékra? 28-ra, mindegy. De jó, szó, jó, nagy, jó, nagy, mondod, nagy, utána nagy, számoltam. Igen, nagy, és, ö, és hogy nem voltak még a közfoglalkoztatási programok. Tehát akkor uh -huh. még nem, nem indultak be ezek a közfoglalkoztatási programok. És akkor ugye, akkor volt egy elképesztően, akkor, akkor mínuszban volt. Tehát, hogy még ezt az alap, amit én viccesen kiszámoltam uh -huh. egy borra meg szigre, az sem a, arra sem tellett, Tehát az volt a mélypont, 12-13. Hú, ez azért nagyon érdekes, mert tavaly volt egy 50-valány százalékos élelmiszer infláció, ugye, ugye most már Igen. hivatalosan is. Hát akkor majd lehet, hogy jövőre tudjuk ezt meg, a, vagy az idei év végére, Igen. amikor így megnézitek ezt Igen. a trendet, hogy akkor ez a két hamburger most akkor egyharmadnál jár, -e, vagy még Igen. az alatt is. Um, így a beszélgetésünk vége felé azért még egy kérdést neked szegezzék, mert nagyon érdekel a véleményed. Néhány évet te belevágtál egy egyházi fenntartású támogatott lakhatásnak a menedzselésében. A támogatott lakhatásnak az elvei, maga a szemlélet módja az intézménytelenítéshez kapcsolódóan kapcsolódik oda, amit, amit a beszélgetésünk felénél mondtál, hogy, hogy tömegszállások és hogy a tömegszállásoknak a... Uh -huh a lebontása az már ugye évtizedekkel ezelőtt elkezdődhetett bizonyos országokban, mondjuk Nyugat-Európában egészen biztosan, de tudunk észak-amerikai példákat is. És erre jött a támogatott lakhatás. Neked mi a, mi a, meglátásod? Eszköz lehet? Alternatíva lehet? Egy kicsit, amikor itt mondtad, hogy hát szerinted így a hajléktalan ellátásnak most mik a jellemzői, vagy akár itt a közösségekről, vagy ezekről a szálláshelyekről beszéltünk, nekem az ötlött föl, hogy Hát egy támogatott lakhatás az akár lehet egy ilyen jól működő hely egyébként. Tudjuk, hogy nem hajléktalan, hanem pszichiátriai vagy szenvedélybetegséggel élő vagy az a sújtott, uh, uh, emberek számára. Te hogy látod ezt? Mik a tapasztalataid? Hát figyelj, ö, szó, az a helyzet, hogy szerintem ez kifejezetten ilyen hajléktalan problémára nem nagyon alkalmas. És méghozzá azért nem, mert maga, a, ami a hajléktalan ellátás intézmény rendszere, igen, szóval, na, maga, maga, a hajléktalannál vállással az emberekkel történik valami. Én azt ugye, legújabban, a legújabb dolgaimban mindig azt mondom, hogy ez, a, ez egy tanult tehetetlenség, ami történik az emberekkel, de igazából ez egy ilyen kicsit, kicsit ilyen fura szó, én, én a, azt sem egyszerűen, hogy megtörnek. Uh -huh. tehát, tehát irányt vesztenek, megtörnek, ö, amitől a kutya is megugatja az embert, az történik velük. Most ilyen nagyon nagyon leegyszerűsítve, de ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, ez nem új, ezt szerintem mindenki látja. És. Ö, és ez a helyzet mindent megváltoztat. Minél tovább van benne az ember benne, aki egy évnél tovább van benne, azt feltétlenül megváltoztatja. És ez a változás, ez, ez annyira erős, ez, nagy, ez magától nem múlik el. Tehát ez, 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 nem fogja az embert képessé tenni arra, hogy, hogy, hogy megint, 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 megint jól működjön, akár egy ilyen lakásban. Tehát tehát az a szomorú helyzet van, hogy, hogy sajnos az a tapasztalat, hogy ez nem nem automatikusan működik. Tehát hogy a, ez a Housing First, ez egy nagyon jó modell, akkor, hogyha tényleg van ö, mellette támogatás, és tényleg, ö, ö, tényleg az emberek valahogy átélhetik a saját, élményszerűen a saját lakáson. A támogatott lakatás erre nem alkalmas. Tehát a támogatott lakatásban az ember nem tudja átélni azt, hogy megint saját lakása van sajnos. Attól függetlenül ez tapasztalat. Pedig én azt gondoltam volna eredetileg, hogy ezt át tudja élni, hiszen kulcsa van, hiszen nincs kontroll, de mégsem. Mégsem. Tehát nem, nem valahogy nem... És ez... És ez lehet, hogy azért van, vagy azért is van, mert valóban van ez a megtörtség, és valószínűleg az is hozzájárul ehhez, hogy azért a támogatott lakhatás azért még túl intézmény. Tehát, hogy nincs igazán jól kitalálva, vagy hogy, hogy mondjam, egy kezdeti kitalálás stádiumában van a szolgáltatás. Tehát ezt a szolgáltatást kitalálták, és az, és az valószínűleg jó is volt így elsőre. De hogy azt finomítani kellett volna, vagy kellene. Szóval nem, nem alkalmas. Tehát, hogy finomabb módon kellene még hangolni ahhoz, hogy ez, alkalmas legyen arra, hogy az emberek ezt sajátjuknak érezzék, hogy beinduljanak megint a, azok a kileg amik aztán am, amik motivációt jelentenek, amitől, amitől, megint embernek érzi magát, amitől céljai lesznek. És hát a, a tapasztalat az, hogy aki, aki ilyen hajléktalan szállóról jött, vannak jó páran, ö, ö, azok, azokkal nagyon nehéz a munka. Tehát, hogy nagyon nehéz az, hogy működjön, és egy részüknél nem is fog működni. Tehát, egy részük az nem fogja tudni ezt másképpen használni, mint egy hajléktalan szállót. Uh -huh. Én azt hiszem, hogy, mint elkötelezetje ennek a, az, az új szemléletnek, egyszerre két, két hatás van, vagy, vagy két fajta hát folyamat érvényesül. az egyik az, amit te is mondasz, visszaintézmény, mini intézmények. Intézmény csak kisebb, de nagyjából úgy tekintünk rá, sőt, nagyon sok fenntartónál ez, ez így is működt. Tehát hát ilyen sokféle megfontolás lehet elmélete, ellátás stb. Tehát lehet ezt indokolni uh -huh. kényelemből, megszokásból, nagyon uh -huh. sok mindenből, de ez nagyon eltér attól, ami a kezdetekben, vagy a hogy mondjam, abban az étoszban megfogalmazódott, hogy, hogy mi is lenne ez, ahol tulajdonképpen ez egy fontos jelző, vagy hát egy fontos kifejezés, amit mondta, hogy a szabadság. Tehát, hogy ebben a, ebben a történetben az önálló életvitel komolyan vétele kellene, hogy megtörténjen, és minden egyes mozzanattal, az összes működésben megnyilvánuló tényezővel az egyénnek az önálló életvitele fele kellene a minél nagyobb önállóság vele kellene haladni. És minden, ami reparálható, mert egy picit van rehabilitációs funkciója, Igen. és picit utána Igen. nyilván egy ilyen életfenntartó, vagy az élet ö, különböző, hát hogy is mondjam, szükségleteit kielégíteni tudó szolgáltatásként. És ez a két szemlélet egyszerre van most jelen, én úgy látom. Tehát van, aki még mindig eltökélted azt mondja, hogy igen, tehát a kezdetek értékrendjében kellene ezt tovább csinálni és formálni, és tudom, hogy ez a, a módszertant is ebbe az irányba viszi sok alkalommal. De a másik oldalt meg, akik ténylegesen ebbe beleálltak, mert mondjuk bele kellett, hiszen nagy sok uniós pénzt kellett elkölteni erre, és így tovább ők benne maradtak ebben a szemléletben, és nem azt akarom mondani, hogy ott csak ilyen szemléletű, és mondjuk mm. a civil fenntartásban mm -hmm. meg csak ilyen szemléletű, mm -hmm. de hogy a kettő az tényleg nagyon markánsan eltérő. És a lakók is hívják egyébként ezt a, ezt van, a van szemléletet. Már erre? Igen? Igen. Tehát, hogy érted, el amikor elkezdtük 16-ban, akkor az volt, hogy a felhívtak, ugye a hat szobában, és felhívott az egyik szobából valaki, hogy kin, kin a nem tudom kicsoda a tányérját az asztalon. Érted? Tehát, hogy... ez szokta meg, hogy akkor... Tehát, igen, igen, uh -huh. tehát ő ő, 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 nem. Tehát azt mondták eddig neki, hogy ő ne avatkozzon bele semmibe, minden, mindent jelezzen a helyzetnek. És akkor próbáltam neki mondani, hogy lehet konfliktus nélkül is esetleg szólni, Hogy, hogy. hogy de hogy ez egy nagyon nehéz helyzet volt, hiszen ezt a kétfajta magatartásra vannak szocializáló egy ilyen szálláshelyen, hogy, hogy ugye vagy, tehát mindenképpen kerüljék a konfliktust, ezért semmit ne oldjanak meg magukkal, a szobatársal, senkivel, nehogy konfliktus, mert akkor ugye, ha konfliktusba keveredik valakivel, akkor ugye egy ilyen szálló logika szerint mind a kettő ki van rakva. Nincs, nincs, nincs mérlegelés, tehát hogy mindenki konfliktust kerül. És, és, és ez egy nagyon nehéz kommunikációs helyzet. Tehát nagyon sokat kell csoportoznunk azért, hogy merjenek egymással beszélni. Uh -huh. Miközben nyilván az is van, amit az előbb mondtunk, hogy ugyanakkor meg pillanatok alatt így kialakulnak ilyen nagyon szoros klikkek. Tehát ilyen nagyon érdekes coping megoldások vannak, bocsánat, hogy, hogy ugyanakkor meg van, amikor, ha valakinek rosszabbul megy, akkor elkezd az elkezdenek neki pénzt adni, meg főzni neki, meg mit tudom. Tehát ez, 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 a logika is bejön valahol. Tehát van egy ilyen nagyon szoros, szinte már értelmezhetetlenül szoros kapcsolat, és akkor az, az természetesen akkor valamiféle csoport dinamikailag rossz hatással jár, tehát amit szintén valahogy kezelni kell egy ilyen helyen. Tehát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, sokkal egyszerűbb lenne tényleg azt csinálni, ami a, ebbe az eredeti housing first van, hogy akkor mindenki kapjon egy lakást. Tehát, hogy, hogy akkor legyen egy, egy, egyedi lakás, azt érezhesse magáinak, fizesse azt a villanyszámlát, amit fogyaszt. Ugye itt a támogatott lakhatás, mert ráadásul a klasszikus térítési díj szabályok miatt ugye fél évenként módosíthatsz, hogyha egész Télen fűteni fű, kellett, fű, akkor fűteni ugye fűteni tudjuk, kellett, hogy a szám más, de te majd fél évkor tudsz előre. Igen, 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 és ugye nem igen. tudok vele, szóval nem tudok haragudni arra a hajléktalan emberre, aki ugye a takaró spórolós hajléktalan szállóról jön, ahol a takaró hiányt úgy oldották meg, hogy túlfűtöttek. Ő a 23 fokhoz, 25 fokhoz szokott. Ugyanúgy fel fogja csavarni a uh -huh, fűtését fűtést. a támlakba is, amitől nekem kiakad a a, a fizet, tehát elképesztő összegeket kellene fizetni, ezért most mondjuk az energia én kénytelen voltam lefelezni a házat az egyik fele, nem működik, mert nem tudom kifizetni a, a közüzemi rezsit. Igen, ugye ezt, nekem közüzemi így, így van, van. közüzemi rezsit. Amit Széges ugye, rezsit fizet a van, igen. Amit, amit, ugye az okoz, hogy ő meleget akar, mert ehhez szokott a szállón, ehhez szoktatták, hogy ne kelljen neki takarót adni. Igen. Ó, uh, most kicsit megint belefutottunk a problémába, de azért azt látom rajtad, hogy azt mondod, a hajléktalanságot nem fogja érdemben módosítani, vagy a hajléktalanságban élők helyzet, hogy nincs a hatása, de alapvetően azért te is azt tapasztaltad, hogy a támogatott lakhatás egy jó lehetőség. Tehát arra akár, hogy kialakulhasson, akár igen. ez a jófajta, vagy jó dinamikájú közösség. Igen, igen. Ki, De mindenken... alapvetően azt mondanám, hogy, hogy például akkor ezt a pénzt, amit erre fordít az állam, az lehet, hogy egy ilyen, ilyen szociális bérlakás rendszer vagy egy támogatási rendszer kitalálása is lehet, hogy elért volna egy hasonló eredményt. Hát szerintem, szerintem, szerintem é, ö, ö, mindenképpen párhuzamosan kéne működtetni. Szerintem Aha. meg kéne valósítani a hajléktalan ellátásba a kitagolás támlakokba. Egy. De az biztos, hogy ezeket a hatalmas monstrumokat le kéne ilyen kicsikre szeletelni, és ezeket be kéne zárni, ezeket a nagy monstrumokat. Tehát tényleg, ez, ez, ezek, 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 nem, a, nem nem alkalmas, és nem azt mondom, hogy most holnap csinálják meg, hanem hogy úgy észszerűen, nyilván Lát. észszerűen lehetne kitagolgatni őket. A vonat például egy jó példa, most a Máltai vonatot ugye kiváltották, ott most voltam a Galváni úton, az egy nagyon-nagyon klassz hely lett. Hasonló módon gondolom, hogy ezeket szépen kiváltogatni, és akkor mellette nyilván a, a, az, ami... Ilyen, de már egyre több program is volt, ez a Housing First program, ezeket lehetne turbozni, és ezeket ki lehetne találni, hogy milyen csoportokra lehet ezt alkalmazni. Mert ugye a Housing First, tehát most nem mentünk még bele abba, hogy, hogy ugye most a legújabb február 3 alapján elég komolyan megpróbáltuk csoportosítani a hajléktalan épességet, Tehát rájöttünk, hogy messze nem olyan homogén. A megtörtség miatt, ettől a nagyon egyforma megtörtség miatt nagyon egyszerűnek, szürkének, nagyon egyformának és szürkének látszik, de hogyha egy picit elkezdünk hozzányúlunk, akkor rájövünk, hogy ez nagyon színes és nagyon sokféle, és hogy meg kéne találni azt, aki számára ezt az elsőként lakhatást tényleg hatásosan jól lehet használni. És hogyha azt azonosítani tudjuk, akkor most én a számok alapján azt látom, hogy egy nagy részét a, 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 a hajléktalanság, ma hajléktalanságban élőknek azt el lehetne tenni valóban hatékonyan egy ilyen lakhatásos helyzetben, ahol a támogatás mellett simán tudnának lakni, integrálódni, és még valamilyen szinten adót is adófizetők ki is várhatnának, és jó lenne nekik és mindenkinek. Szerintem ez így van, és nyilván lesznek mindig is, akik uh -huh. nem fognak tudni, akiknek ez a fajta valamiféle nagyon-nagyon hospitalizált ellátás kell majd. A, Fügete... a házi rend van a középpontban. Így van, van. házi van a középpontban. Tehát, tehát ilyen uh -huh. megtartó Bilágos. tehát, ami, ami így kívülről támogat, és akkor ö, ezeket viszont szerintem nagyon nagy hatékonysággal lehetne csinálni, jó, sokkal jobb hatékonysággal lehetne csinálni kicsiben, mint ilyen nagyokban. Uh -huh. Olyan lelkesen beszélsz ezekről a témákról, hogy nem is értem azt a mondatodat, amit ott a beszélgetésünk elején mondtad, 2010-ben úgy érezted, itt vége is van ennek a egész szociális izének, nyilván a szociális szakmának. Van, én azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek is relevanciája, de egy dolgot nem írtál bele az ön ezt én önkényesen Igen. mégis itt előhozom, és meg, megemlítem, hogy egy kicsit azért hagy legyünk így a szakma is büszkék azokra, akiket magas kitüntetés ér el, és azért lássuk azt, hogy nem csak érdemtelen emberek kapnak érdemkeresztet, hú, mm -hmm. micsoda. Szó, szó volt, oké. Okay. De 2005-ben ezt a uh, Magyar édem tiszti keresztje puskázók a papíronból elkaphattad. Hát én ezt így csak amikor utána olvastam, és egy picit így keresgéltem, mm -hmm. akkor tudtam meg, miért nem vállaljuk egyébként? Vagy ezt nem, mondjuk te személyesen ezt mennyire tartod fontosnak? Hát ez egy, egy nagyon erős visszajelzés, hogy azért amit addig csináltál, amiben benne vagy, az, 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 az kap egy ilyen figyelmet, ilyen típusú figyelmet is. Ö... Ö, ez, 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 szerintem fontos. Én, én, azért nem, tehát itt, itt, itt ö, én szerintem azért, mert most ugye a kitüntetések megint átlattak politizálva. Tehát, hogy így, hogy így megint, megint volt, és én nem, nem akarok ebben most így belemenni, Aha. hogy akkor most ezek a kinek mit adtak már azóta, meg kinek, meg kinek kellett volna visszaadni, vagy mit nem kellett. Szóval én, én, szóval én, én, úgy én. Egyfajta ilyen devalválódás miatt nem tartod annyira fontosnak. Hát szerintem, szerintem ezek uh, igen, igen, ezek ilyen nagyon rossz, rossz ízűek lettek ezek a kitüntetés dolgok, holott én örülök neki, meg szerintem nagyon fontos, meg hogy nagyon, nagyon érdekes dolgokat hallottam ezzel kapcsolatban később, hogy, hogy ez hogy alakult, meg hogy mi, mi volt. Tehát én, 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 én erre büszke vagyok, abszolút büszke vagyok, meg hogy uh -huh. nagyon örülök neki, hogy ez így sikerült, és ilyen nagyon, nagyon nem sok szempontból ez nagyon jó. A szakma szempontjából is szerintem nagyon jó, hogy, hogy idáig valaki eljut a szakmában. És csak azért, na, csak azért hogy ezért nem írtam bele, mert ezt így nem, nem, nem nagyon tudom újabban, hogy ez hogy, hogy kell. Aha. A, az ebben benne van, a szakmai önéletrajzomban benne van. Nagyon helyes, mert azért életünk büszkék. Abba és ebben van. a kis önéletrajzodban az egyik záró uh, mondatod viszonylag sokat jársz tüntetésre. Igen, igen. Így magamban, sokat jársz tüntetésre, tüntetés ez teljesen nyilvánvalóan uh -huh. az, az, az valami elégedetlenségben az az vala, valamiért való kiállás, és én nem tudnám beazonosítani a te másként fogal, egyszerűen fogalmazok, tehát fogalmam sincs, hogy most júniusban majd eh, hova húzod be az X-et a választás. De ezt nem tudnám megmondani róla. Ad... Igen. Miért tartottad fontosnak, hogy, hogy beleért, hogy ez a kvázi hobbit, hát nyilvánvalóan nincsen minden nap tüntetés, Igen. tehát azért gondolom mást is csinálsz, de... de... Azért gondolom, mert, mert, mert hogy, mert, hogy szerintem méltánytalanul át van politizálva ez a szakma. Tehát, hogy én, én azt hiszem, hogy arra számítottunk, és tulajdonképpen ez tízig be is jött, hogy én is köszönöm. Nyilván vannak irányok, e, ilyen-olyan irány. Nyilván azok mindig vannak politikai irányok, különbözőképpen konstruálódnak, meg mit olyan, de hogy azért de hogy azért alapvetően nem lesz ö, nagy változás. Tehát valahogy azért mindig ö, ö, igen, tehát hogy, hogy, így, hogy így arra számítottam, hogy lesz egy ilyen szakmai légkör, vagy valami. Tehát, uh -huh. hogy egy ilyen, megmarad valahogy egy ilyen szakmai légkör. És én azt láttam, hogy nem tudott megmaradni, vagy csak nagyon-nagyon kis ö, elemi, ré, elemi helyeken és ilyen elemi szinten tudott megmaradni. És ez róla szerintem a szakma, a szakmai közbeszéd, a szakmai. Ö, nem tudom, közvélemény, a, 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 az, ahol fel tudnak nőni az újak, akik bejönnek ebbe. Azt szerintem sajnos rosszabb, mint tíz előtt volt. Pedig akkor sem volt egy nagyon királydalom, dolog, uh -huh. de hogy szerintem ez sajnos rosszabb. És ez, ö, és ez azért van, mert szerintem van egy, van egy nagyon arrogáns politikai rendszerünk, ami, 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 mindent használ a saját politikai céljaira, mindent használ, és szerintem ezt nem lenne szabad használni a, ezeket a, ezeket a alapvető szakmai dolgokat. De, de, szerintem egy nagyon fontos pozitív is van, és pedig az, hogy mindenféle nagyon durva átpolitizálás ellenére azért, azért kiderült az, hogy, hogy igenis, igenis legalább az ágy és a kaja szintjén konszenzus van ma Magyarországon abban, hogy a hajléktalanokat támogatni kell. Ez lehet, hogy kevésnek tűnik ilyen nagyon szofisztikált szakmai szempontból, de egyébként meg nem kevés. Ez nem, abszolút nem, sőt, tovább megyek, nem csak a hajléktalanokat. Tehát aki erre rászorul, és ugye most nem akarok a menekült ügyre csak így utalásszerűen visszamutatni, hogy hát ami ott történt, ez az nekem mind a mai napig egy ilyen meghatározó dolog volt, hogy ez elindult két évvel ezelőtt, ez a borzalom, és akkor hirtelen megjelentek azok az emberek, akiknek nem volt a fejük fölött szállás, mert csak átjöttek a határon egy táskával, egy gurulós bőröndel, kutyával, gyerekekkel, és hát megmozdult, megmozdult föl Magyarország, mm -hmm. és ez mm -hmm. döbbenetesen mutatja azt, hogy azért az a fajta emberi jóság, hogyha ez itt most nem túlzás ebben a beszélgetésünkben, azért annak vannak alapjai, és igazából egy jó lelkű népség vagyunk mi itt ebben a Kárpát-medencében, vagy annak a közepetáján. Tehát, hogy van van még reményünk, és gondolom ez a fajta, amit úgy fogalmaztam, hogy sokat jelszüntetni, tehát ez a fajta változás, vagy egy ilyen kicsit érzékenyebb világirenti elkötelezettség, ez, ez a részemről is nagyon magasan elrespektált, és azt gondolom, hogy ez a szakma nem is tud ennélkül működni. Nem fogunk már belevágni a szakma identitás kérdésébe, mert... Azt gondolom, hogy ez az, az lehet egy másik beszélgetésé, de én azt biztosan tudom, és így szeretném neked így vissza is jelezni, és a hallgatóinktól kapott, már úgy értem, hogy az egyetemi hallgatóinktól kapott visszajelzések alapján szükség van ezekre a rá, rá pillantásokra és összefoglalókra, úgyhogy gyere majd máskor is hozzám, ha hogyha majd jövünk Köszönöm a lehetőséget. Mesterképzésünk. Én köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Köszi, Zali. Mert ne feledjük, az elismeréshez először ismertség szükséges, a megbecsültség pedig az önbecsüléssel kezdődik.